Hát ez úgy látszik, hogy megint nem lesz egy francia lecke. Na, hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Itt egy olyan fantasztikusan szép helyen vagyok. Hihetetlen. Svájc, 2300 méter magas, és nagyon szép, fantasztikus. Annyira imádok ilyen szép, különleges helyeken járni. Olyan, hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne megmondani. És látjátok, ahogy ott megy le a víz, ott megy lefele a mediterrán tengerbe tulajdonképpen. És ez tök jó. Nem tudom, hogy így lehet-e látni, hogy mennyire gyönyörű és mennyire nagy itt ez az egész, de fantasztikus. Szóval itt vagyok a Rhône Gletschernél Svájcban. Ott látni, hogy mennyire lemegy a hó, és utána már látszik, hogy ott, ahol fehérebb, ott ilyen fehér takarókkal van lefedve a gletscher, mert már nagyon kezd olvadni, és hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem jó. Látjátok, innen sokkal jobban látni ezeket a takarókat. Így próbálják gátolni azt, hogy gyorsan olvadjon a jég. És így ezt a jég gletschert, vagy barlangot, vagy nem is tudom, hogy mondjam, meg lehet nézni belülről. Naponta 10 centit süllyed, képzeljétek el. Ma, most itt kint 8 fok van, azért kellett, hogy felöltözzek. Itt bent a gletscheren belül nem tudom, hogy hány fok van tulajdonképpen, de mára kint 30 fokot mondtak. Mondjuk itt van, nem tudom, itt 2300 méteren hány fokot mondtak, de amikor lejjebb megyünk, ott 30 fokot mondtak, szóval ez azért nagyon meleg, ilyen, még akkor is, ha ilyen régi jég van itt. Aztán ilyen 100 méter hosszú tulajdonképpen ez a kis barlangszerűség, és minden évben újra faragják, hogy lehessen belülről megnézni. Imádom így. Nagyon jó, hideg, de tök jó. Nagyon szép. És hát én az ilyen kalandokat tényleg nagyon-nagyon élvezem, és azért is akarom ezeket veletek megosztani. Na, szóval menjünk egy kicsit beljebb, és nézzük meg, hogy milyen arrébb. Hát nem is tudom, én azon gondolkoztam különben, hogy ez, hogy minden évben így újra faragják, meg mit tudom én, az nem segíti az olvadást. Mert hát azért, mivel így vékonyabb a jég belül, a barlangon belül, így szerintem azért könnyebben olvadhat. Vagy hát nem is tudom, tulajdonképpen nem tudom, de ezt én úgy gondolnám. És ezt itt megnézni, ez 9 svájci frankban kerül. Szóval fizetős. De mondjuk szép, én nem bánom azt a 9 frankot, csak hát azért igen. Nézzétek meg, milyen fantasztikus. Ez így nagyon... nagyon elvarázsló szerintem. És menjünk egy kicsit beljebb. Itt már lehet nagyon hallani, hogy mennyire olvad, mert már majdnem úgy megy a víz benne, mintha folyna a zuhany. És nagyon szépen faragják így felle-felle, ilyen recésen, vagy hogy mondjam. Ez nekem nagyon tetszik. Na szóval, ilyen belülről végig. És ez a kék fény, ez csak kintről jön, ahogy átsüt a nap. Tök jó. Itt azért esik egy kicsit a víz mindenhol. A fejembe. De fantasztikus, hogy néz ki. Fölöttem is jég, mindenhol jég. Nem tudom, hogy mennyire látni.
Szóval egy ilyen jég... hogy hívják, be vagyok? Hogy hívják? Jég... Barlang. Tudjátok. Alagút? Nem. Mondom már, hogy barlang. Na mindegy, már nem tudom, hogy hívják magyarul, de majd rájövök. Jég. Hát igen, ilyen, amikor több nyelvet beszél az ember. Nem emlékszik semmire. Egy föl alatt. Vagyis, ja, jég alatt. És tök jó. Olyan szép, vagy fantasztikus. Hát igen, én is észrevettem különben, hogy nagyon sokszor használom ezt a fantasztikus szót, szerintem ti is. Hát igen, franciául is van ez a fantastique, és hát fantastique, mert tényleg az. Azért szerintem nem lehet könnyű ezt a gletszert minden évben újra faragni. Megnézném szívesen, hogy hogy csinálják, mert hát azért valami nagyon nagy. És kíváncsi lennék, hogy minden évben ugyanúgy csinálják-e meg, vagy minden évben úgy gondolják, hogy na, akkor ma ilyen, mit tudom én, milyen alakú alagútot, vagy barlangot csinálunk, aztán jövő évben egy másik fajtát, vagy kíváncsi lennék, hogy ezeket hogy töltik el. Itt is, tök jó. Aztán, amikor a videóban egy kicsit korábban lehetett hallani, hogy valamikor jobban esett a víz, meg valamikor kevésbé hallani, az azért, mert én a háttéri hangokat így egy kicsit lehaltítom, hogy tudjátok hallani azt, amit én mondok, körülbelül. Aztán, hogyha túlságosan lehaltítom, akkor meg nem halljátok, hogy mennyire esik a víz, és hát az se jó. Mert akkor nem tudjátok, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy úgy esik a víz, mintha a zuhany alatt lennénk. De hát azért valahogy meg kell, hogy mutassam, hogy milyen. Szóval így már megyünk kifele, de tök jó volt szerintem. Én nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Nézzétek itt is, milyen szép. Aztán ott azt olvastam valahol, hogy itt bent a barlangban vannak kis bogarak. Itt mondjuk utána olvastam, szóval amikor bent voltam, nem néztem meg, de azt írták az egyik weboldalon, hogy vannak ilyen nagyon pici, ilyen fekete bogarak, amik így a jegen élnek. Elég érdekes. Itt nem látok egyet se. De biztos, hogy vannak különben. Aztán menjünk kifele, és fantasztikusan süt a nap. Egy nagyon-nagyon szép napunk lesz ma is. Kora reggel van különben, csak reggel fél tíz van, és azért van csak 8 fok kint, mert elég korán van. De különben szerintem később azért, még akkor is, ha lent a völgybe olyan 30 fokot mondtak, itt fent biztos, hogy lesz valamennyi 16-20 fok. Mert hát, ja. Aztán a gletszer azelőtt odáig lentig ment, azt írták az egyik weboldalon. És hát annyira elolvad, hogy most már csak idáig fentig van, sajnos. Tehát ez megy mindenhol. És köszöntöm szépen, hogy velem tartottatok megint ezen az új kalandon, és nem sokára találkozunk egy új videón. Sziasztok!